Mondd, hogy érzed magad manapság? Rohansz és stresszelsz? Szorít az idő? És ezt a szorítást már itt a mellkasodban is érzed? Vajon miért van ez? A nap ma is 24 órából áll, miért régen? Régen másképp éltek az emberek. A biológiai órájuk szerint éltek. Sosem felejtem el azt, hogy amikor beléptem a nagymamám szobájába, kora este volt, kint sötétedett, ő már elcsendesült, az ablaknál ült és nézett kifelé. Akkor én még nem tudtam, hogy ő nem kifelé néz, hanem befelé néz. Értékeli a napot, talán belegondol már a másnapba, és biztos, hogy mindig hálát adott azért, amit kapott. A mai világ milyen? Globalizációban élünk. Felgyorsultunk, rohanunk. A technika tette ezt lehetővé. És elhitették velünk, hogy verseny van. És a versenyt az fogja megnyerni, aki a leggyorsabb. Szerintem már te is érzed, hogy ez nem egészen így van, mert hogy ezzel tönkre tesszük önmagunkat. A prefrontális kortex irányítja a gondolkodást. Tervez, kitalál és dönt. És ez így megy percről percre, másodpercről másodpercre. Ezt már nem győzi. Ebből keletkezik. A hosszú napokon át történő idegeskedés az idő miatt, az váltja ki a burnoutot. Az, hogy nekem ebből már elegem van, én ezt tovább nem bírom, és nem győzöm, és természetesen ezt nem önmagad felé teszed csak, hanem a környezeted felé, a családod felé is. Mi tehát a megoldás? A megoldás az, hogy le kell lassulni. Tudatosan kell lelassulni. Használjunk hozzá technikákat. Vedd észre, amikor gyors vagy. És mondd azt magadnak, lassíts, lassíts. Vagy amikor a telefonodhoz nyúlsz minden egyes alkalommal, vigy egy mély lélegzetet, fújt ki, már ez is lassulás. Időnként vidd sétálni az agyad, amikor nem csinálsz semmit. Ha tetszett neked ez a videó, iratkozz fel a YouTube csatornámra, mert ígérem, tudok neked segíteni, a lelkednek tudok segíteni. 10 éve tartok tanulástréningeket, és a tanulástréningeknek szerves részévé vált a lélekápolás is sok-sok technikával. Látogasd meg a honlapomat, mert rengeteg blogbejegyzést is találsz, ami hasznos lehet számodra. Megnyugtató, biztató, és hatalmas tudást tudok neked átnyújtani. Várlak, szeretem.